az elmúlt időszak eléggé aktívan telt úgy mindenhol a környezetünkben, gondolom itt a Platánnál is. Hogy zajlott az elmúlt 6 hónap? Sajnos ez a járványhelyzet a mi munkánkra is rátelepítette a nehézségeket. Nagyon sok idős ember fél a vírustól, fél beengedni embereket, az egyetlen kapcsolata a gondozónővel van, és olyan állapotba kerülnek haza a kórházból, amikor még ápolási teendőkre van szükség. Ez akkor plusz feladat? Ez plusz feladat. Eddig is végeztünk ápolási teendőket, de most a Covid miatt nagyon hamar kikerülnek a kórházból. Hát és ez a vírushelyzet, ez mennyire érte el a gondozókat és a gondozottakat? Sajnos el kell mondjam, hogy 4 gondozónő, 4 kolléganő betegedett meg, illetve egy kollega csak a fia által került karanténba, de 3 kolléganő nagyon nehezen viselte ezt az időszakot, több hétig táppénzen voltak, illetve betegállományban. Nem került el minket. Ugyanúgy az ellátottakat se került el. Azt nem mondom, hogy nagyon sok személy került a betegség alá, de viszont olyan 4-5 gondozottunk került kórházba. Gondolom az idősebbek, ugye? Igen, idősebbek, utána haza. Tehát azért mondom, hogy nagyon hamar kikerülnek az otthonukba a kórházi kezelést követően, és ez plusz feladat nyilván a gondozónőknek, és sajnos a létszám az annyi, amennyi, úgyhogy olyan feladatokat látunk csak el, ami nagyon-nagyon szükséges. Ezt úgy kell érteni, hogy most a tavaszi nagy takarítások elmaradtak. Az ápolási feladatok, az etetés, a gyógyszer biztosítása, a bevásárlás, az ügyintézés, ezek működtek, de olyan segítő tevékenységek, amiket megszoktak az idős emberek, hogy a gondozónők elvégzik, Azok sajnos most elmaradtak, és kérjük a türelmet. Kérjük a türelmet, mi is nagyon várjuk már azt, hogy nyithassunk, hogy visszaálljon a régi rend, hogy mindenkihez odaérjünk, mert azért mindenkin a maszk, megkértük az ellátottakat is, hogy nem csak a gondozónőknek kell viselni a maszkot, hanem ők is védekezzenek, mert az egy plusz védelem. Biztosítva vannak a védőfelszerelések, a tisztítószerek, kapunk kormányhivataltól, havi szinten kapunk tisztítószereket, amit megkapnak a kollégák, sőt, hetente teszteljük a kollégákat, tehát mindent próbálunk megtenni, de mégis azért ez a félelem, ez a 3 méter távolság, nem is a 1,5 méter távolságot mondom, a 3 méter távolság ott van, félnek az idősek, és félnek a gondozónők, és nem csak maguk miatt, nem csak egy ellátott miatt, mert egyik helyről mennek a másik helyre, és nyilván ez veszélyforrás. Elvihetik magukkal a vírust. Hogy állnak a gondozók az oltással? Sajnos nem kerültünk protokollra, bentlakásos szociális intézmények kaptak előbb oltást, regisztráltak a kollégák, egy páran már megkaptuk az első oltásunkat, és várjuk, hogy ránk kerüljön a sor. Kértük a megyei védőnőt, hogy kereljen az alapellátás, és pontosan azért, mert idős embereket látunk el otthoni környezetbe, és kértük, hogy kerülhessünk egy kicsit előrébb az oltás listán, és azt mondták, hogy a házi orvosok döntenek. Tehát a prioritásuk van az egészségügyi szociális dolgozók felé, ők döntik el, hogy előbb kaphatják a kollégák meg az oltást. Mennyire látható az, hogy a régi rend, a régi protokoll, ami alapján dolgozott az intézmény, az vissza tud rendeződni? Nagyon bízom benne, hogy igen. Nagyon bízom benne. Főleg az idősek klubjánál nagyon-nagyon hiányoznak ezek a személyes találkozások. Most otthon próbálunk segíteni mindenkit, otthon ellátni, de ez nem ugyanaz. Amikor az ember társaságban van, amikor közvetlenül tud beszélgetni, nehogy Isten kirándulni, nehogy Isten ünnepelni, valahogy ez a betegség
a sok-sok-sok-sok információ a vírussal és az oltással kapcsolatosan. Tehát ez napi szinten mindenki ezzel foglalkozik. Kinek mi árt, és sajnos azt kell mondjam, hogy pont azok a kapcsolatok szakadtak meg, vagy hiányoznak, és ők is nagyon-nagyon hiányolják ezeket a találkozásokat, és várjuk mielőbb, hogy újra a régi rend legyen, hogy ezt így felejtsük el magunk mögött. Hát gondolom ez a húsvét időszakában is nagyon hiányzott, és hát ennek a hiánya hogy fogalmazódott meg a gondozottakban? Azt látom, hogy fel is kerestük a családtagokat, hogy egy kicsit jobban figyeljenek a szüleikre, és nekik is be kellett jobban segíteni ebbe. Tehát akik havonta egyszer jöttek el a szülőkhöz, vagy a szülőhöz, azért azt most lehet mondani, hogy sokkal, sokkal jobban oda tudtak figyelni. Nyilván, hogy rugalmasabban dolgoznak emberek, könnyebben online dolgoznak, el tudnak jönni, meglátogatni. Azoknak nagyon nehéz, akik egyedül vannak, akik mögött nincsen család. Gondolom, és itt van a legnagyobb szerepünk. Igen, gondolom, arra jobban oda kellett figyelni, és több időt fordítani rájuk. Igen. Hogy látható a jövő? Mi a remény, és mi az, amit vár az intézmény? Én, amit legjobban várok, hogy az oltással megszűnik ez a félelem ettől a betegségtől, hogy nyitni tudnak mindenki, vendéglátó egységek, intézmények, visszaáll az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás. Én ebben bízok, hogy visszaállunk abba a régi kerékvágásba, és ugyanúgy tudunk működni, ahogy a pandémia előtt, és elfelejtjük magunk mögött ezt a sok-sok-sok rosszat, ezt a sok-sok-sok veszteséget, betegséget, ami most mindenkire rányomja a bélyegét. És annál is inkább várom ezt, mert intézményünk idén júniusban lesz 30 éves. 91-ben nyitottuk az alapszolgáltatási központot itt, a Dózsa György utca 45 szám alatt, és szeretnénk ezt méltóképpen az idősekkel együtt közösen megünnepelni. Kívánom, hogy egy asztal köré lehessen ülni a gondozottakkal, és ezt a 30 évet így ünnepelni, ezt a jubileumot. Köszönöm, bízom benne.